Még néhány nap és újra benépesülnek az iskolák, így a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban is készülnek a tanévkezdésre. Hogy aztán ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb, vagy a tavalyihoz hasonló a vírushelyzet miatt sok nehézséggel tarkított lesz-e, egyelőre még nem tudható. Simegi József igazgató és a tantestület örömmel fogadta a jelenléti oktatás visszatértét. Ünnepélyes tanévnyitóval fog kezdődni a tanév. Amit lehetett, előkészítettünk, az épület nyári nagy takarítása, fertőtlenítése megtörtént, és hát igyekszünk nyilván a járványügyi szabályokat betartani. Azért az megnyugtató, hogy ezt hallottuk most az értekezleteken is, hogy a pedagógusoknak a nagy része védett, mert az oltását megkapta, és hát úgy látjuk itt a felmérésekből, hogy a diákjainknak a nagy része is már megkapta a vakcinákat. Most erre a kampányra, amely augusztus 30-31-én zajlik, mindössze 6 diák jelentkezett, de ennek az az oka, hogy a többség valóban már korábban megkapta. Én nagyon bízom, hogy a jelenléti oktatás az megmarad. Ha az átoltottsági arányok pedagógusok, diákok esetében is jól alakulnak, vagy tehát valóban így vannak, akkor én azt gondolom, hogy ennek megvan nyilván az esélye. Persze nem tudjuk, hogy milyen mutánsok jelenhetnek még meg, és erre mondjuk az emberi szervezet hogyan reagál. Pedagógiai szempontból mindenképpen az lenne az előnyös és fontos, hiszen 2 év már, tehát 2 évben már kipróbáltuk az online oktatásnak a formáit, és hát azért láttuk, hogy nem lehet olyan alapossággal és intenzitással tanítani, mint a jelenlétiben, és ez azért valahol én úgy gondolom, hogy hiányzik. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy azok az évfolyamok, akik már ezt 2 évben is úgymond megszenvedték, azok most valahol ezt vissza tudják hozni, és tényleg az a fajta tananyag elsajátítás, ami a jelenléti oktatásnak a velejárója, az tényleg azokat az eredményeket hozza, amit mi is szeretnénk. A felsőbb évfolyamos tanulóknak egyelőre nem kell a tankönyvek hazaszállításával foglalkozni, ezeket az első tanítási napon vehetik majd kezükbe. A most beérkezők pedig már átestek a Szecskatábor beavatási aktusán. Ismerkedtek egymással, az iskolával, egy kicsit Bátaszékkel, volt egy kis érdekes vetélkedő is, és ők a tankönyveiket ezen a napon már megkapták, ez a múlt héten zajlott. 34 fővel indul a 7. osztály, ugye ennyi volt a felvehető létszám, és 30 fővel indul a 9. B. Nagy lesz az öröm várhatóan, hiszen tényleg nagyon régen találkoztak egymással a középiskolások, és az évkezdet normál esetben is eufórikus hangulatot szokott vinni az iskola első napjaiba. Abban meg csak reménykedni lehet, hogy idén már nem kell a távoktatást segítségül hívni a 2021-22-es tanév sikeres lebonyolítása érdekében.